Sziasztok, ez itt a Gaming Dubbing, és a mai napon újra szubnautikázni fogunk, és a terveim szerint végre pontot teszünk a roncsvadászatnak a végére. Elég sokáig elhúzódott ez az egész dolog, de most már körülbelül a végén járunk. Azt mondja, hogy most jelenleg körülbelül szerintem itt lehetünk, és még 1, 2, 3, 4, 5 darab roncs van hátra, amit fel kell fedeznünk, és hogyha beleférünk, ha nem, én ezt akkor is nagyon szeretném megcsinálni, úgyhogy rögtön induljunk el, és ne habozzunk, ne lopjuk a napot. Hanem akkor menjünk el rögtön az első roncsunk felé, ami valószínűleg itt a, hogy hívják ezt a zónát, Grand Reef, ezen a területen van. Na szóval akkor erre fogunk menni, és megpróbálunk nem meg neki menni az úszózátonynak, de azt hiszem ez nem nagyon sikerült, de mondjuk az Cyclops furamód nem is sérült tőle. Hoppá, viszont én úgy látom, hogy rossz irányba indultam el, mert mintha közelednék azra a területre, ahol a múltkor beleakadtunk a Reaperbe. Jó. Hogyha jól sejtem egyébként, nézzük csak, szóval erre néz a hajó. Igen, hogyha az Aurórához viszonyítunk, akkor erre kell menni. Igen, igen. Ott mi füstöl? Volt itt egy izé. Ó, itt van mellettünk egy ilyen dolog. Ezt legutóbb felfedeztem, ezt a mentőkabint? Nem biztos. Nézzük meg, nézzük meg. Jó, nem tudtam, hogy ilyen zátony van erre egyébként, erre nem számítottam, szóval így a külső kamerával mentem, és itt tökre nem figyeltem, és nekimentünk egy-két dolognak, úgyhogy valószínűleg felrepesztettük a Cyclopsot itt-ott, de mindegy. Engem viszont ez a mentőkapszula érdekelne. Nem emlékszem, hogy felfedeztük-e legutóbb, úgyhogy belenézünk a dolgokba. Hát itt azért nem lehetnek Reaper leviatánok szerintem, igaz, hogy itt vagyunk a zóna szélén, de én nem hiszem. Nem hiszem, hogy ide jönnének. És akkor nézzük csak. Ohó, igen, igen, ez kellett nekünk. Á, egy technológia iránytű. Olyanra én nem emlékszem, hogy lett volna olyan játékban korábban. Lehet, hogy új dolog, amit betettek. Hopp, itt van egy feljegyzés. PDA. Oké. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mi van ebben a PDA-ban, aztán pedig megnézzük, hogy mire jó az az iránytű, mert tök jó lenne, hogyha kapnánk valami in-game térképet egyébként a világról. Nagyon sokat segítene nekünk abban, hogy tájékozódjunk. Ja, egyébként van egy ágyam. Úgyhogy most már egy kicsit otthonosabbá vált az egész. Jó, most nem javítom ki a hibákat. Na, akkor nézzük meg először, hogy letöltött adatok között mentőkabinok, nagyon jó, hatos mentőkabin. Alterra legénységi tag. Soha nem kellett volna elengednem azzal a sugárzás álló búvárruhával. Mostanra már vagy eljutott a szárazföldre, vagy megfulladt. Mindeközben a légszűrők már nem tudnak lépést tartani a sérülés mértékével, és a sugárzási szint egyre inkább emelkedik a mentőkabinban. Már nem sokáig bírom gyógyszerek nélkül. Akár könnyelműen is vehetném, de minden lehetőség egyformán szörnyű, jövővel kecsegtet, silip kinyílik. Aurora utas, segítsen! Alter a legénységi tag, mi történt? Aurora utas köhög. Megpróbáltam eljutni a találkozási pontra, de köhög. Rosszul éreztem magam, inkább visszajöttem. Alter a legénységi tag. Megsérült a ruha, megfertőződött valamivel? Fontos lehet? Fontos lehet. Aurora utas. Nem, nem tudom mi a baj. Megfelelően állította be a levegőszintet? Igen. Ugye felhúzta a cipzárt? Milyen cipzárt? A sugárzási szintjének nem szabadna ilyen magasnak lennie, asszonyom. Ön, asszonyom ébredjen. Ha kijutunk erről a bolygóról, kérem ne mondja el, hogy azért haltam meg, köhög, mert nem tudtam rendesen felöltözni. Nincsenek életjelek. A titka biztonságban lesz nálam. Nem hiszem, hogy valaha is kijutunk erről a bolygóról. Elég morbid. Szóval valakinek a haldoklását olvashattuk végig, és a szerencsére nem tudott rendesen felvenni egy búvárruhát. És emiatt sugárfertőzést kapott. Ami cikki. Valljuk be, de hát ez van. Na, mi visszat, akkor menjünk tovább a... Menjünk tovább a roncsunk felé, és szerintem ez... Hát nem tudom. Nem szemre kéne tájékozódnom egyébként, nem koordináták szerint. Próbáljunk meg koordináták szerint működni. Minusz 240, 290-en vagyunk. És amit én szeretnék, az minusz 264 és minusz 850-en van. Szóval jóval arrébb kell mennem. De várjunk, csak rossz irányban mászkálok. Kicsit elvesztettem az irányérzékemet, azt hiszem.
A mínusz 850 az nálam nagyon nem stimmel, pedig papíron igaz, hogy az mínusz 850. Fura, mert sokkal lejjebb kéne mennünk. Ha a mínusz 850-et akarom elérni... Ó, hogy tényleg elkezdtem felfele jönni. Akkor jogos. Akkor tök jogos, hogy rossz irányba jöttem el. Szóval akkor ezt a koordinátát belőjük mínuszra, a camera world pozíciót nézzük most, ott középtájt. És azt mondja, hogy 321-320-nál tartunk, na most nekem az első koordinátát 280-ra kell csak levinnem. Na most, hogyha az növekszik, akkor az annyira nem jó. Az azt jelenti, hogy túlmentem igazából a célponton. Úgyhogy akkor forduljunk vissza, de sötét lett hirtelen, eszméletlen sötét van. Jó van, ezen tudunk javítani szerencsére most már, alszunk egyet és minden rendben lesz. Szunnyantunk egyet, és akkor... legalább napfényben tudunk mászkálni. Jó van, megjavítom, elegem van, hogy állandóan pofázik a Cyclops. Jó, akkor Cyclops javítás jön. Ez egy biztonságos zóna a javításhoz. Csak egy kicsit lejjebb ereszkedünk, hogy elérjen minden pontját. Oké. Warning. External damage. Rohadjon meg. Nézzük. Oké. Javítóeszköz megvan, kezdjük. Érdekes lyuk egyébként. Ez nem egy olyan klasszikus repedés, ami a bázisokon szokott lenni, hanem egy ilyen rendes horzsolás a báz szerkezeten. Ez már egy ilyen nagyobb hiba volt. Hát remélem, hogy ezzel megoldottunk minden problémát. A kis tenger alatt járunkon. Itt furcsán csillog a Cyclops, nagyon fura felülete van, nem ilyennek kéne lennie szerintem a felületének. Lehetne egy kicsit mattabb is, elvégre a tenger alatt vagyunk már egy ideje. Na, minden rendszer üzemel, a Cyclops tökéletesen rendben van, és akkor most, hogy nappal van, most egy kicsit jobban tudunk majd mászkálni. Nem érdekel a zaj. Minusz 240-re megyünk, ami jó, afelé egészen jól közeledünk. Igen, hogyha tartom ezt az irányt, akkor szerintem jó leszek. Ne felejtjük el, hogy a Grand Reef-re megyünk, ahol az a lila hínáros van. Nem az a vörös hínáros, hanem az a... nem is igazán hínáros, egy ilyen nagyon nagy mélység, ahol jellemzően ilyen lila az ajnövényzet. Nekünk ez kell. Túl megyek, azt hiszem. Na most szerintem ott vagyunk egyébként, mert ha jól látom, akkor lila lett a víz körülöttünk. De egyébként az is lehet, hogy... az is lehet, hogy itt megint a Reaper Leviatánok zónájában vagyok. Hoppá, valamit jelez a radar. Kettő dolgot is jelez a radar, hármat is. Oké, mi ez a három valami, ami jön utánam? Tökre közeledik. Itt van mögöttünk. Hát visszanézek a kamerával. Oké, megúsztuk. Na, király. Nem tudom, egyszerűen nem találok oda a megfelelő helyre, mert egy hátolnak a megszerzésében. Minusz 264 az jó. 850-re vigyük le akkor a másik koordinátát. Ó, hogy egy ilyen volt... aha, egy ilyen apróság támadhatott meg talán. Jó, hát ez annyira nem érdekel. Jó, hát ezek így harabdálhatnak. Na, most mit csináljak velük? Na, azért ennyire agresszívan nem kéne. Ezek a kis apróságok nem tudom miért kötekednek a Cyclops-szal. Régen nem voltak ilyenek. A mínusz 400 az tökre nem jó, valamit nagyon elrontottam.
Ha csak ilyen tempóban haladunk, akkor annyira nem leszünk meg jól. Nem leszünk meg időben a feladatunkkal. Oké, szóval azt mondja, hogy most elérem a mínusz 850-et, az rendben van. Körülbelül ott vagyok abban a távolságban az aurórától, amennyire kéne. Viszont a magasság az... ez nem rossz most. Szerintem most jók vagyunk körülbelül. Csak kicsit még fordítanék ezen az egészen. Aha, itt próbálkozik, itt jön belénk, hogy belénk harapjon. Szerintem, hogyha itt lemegyek, akkor nagyjából látni fogom, hogy hova tartok. Hogy itt van-e a roncs alattunk. Aha, jó, jónak tűnik. Igen, a mélység az stimmel. Az tökre rendben van. Oké, megvan, 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 nagyon király. Na, ez lenne az a roncs akkor, amit kerestünk. Jó van, akkor megvagyunk. És itt azért már lesznek kihívások, úgy látom. Szörnyek. Ó, jól látom, hogy az egy technológia. Megnézzük mindjárt, hogy milyen technológiát találunk itt. Hát jó lenne, hogyha nem harapnának belénk különböző halak. Jó, ez nem olyan vészes. Egyelőre az, akkor a Cyclops az így rendben van. Jó, van, menjünk el csikóhallal, de lehet... Nem, a 236 méter az nem mély neki. 300... Nem, mégis mély. Nem a legsimább visszaparkolás volt, azt hiszem. Oké. Nem 300 métert kéne bírni a véletlenül? Vagy nem szereltem bele a plusz modult? Én úgy emlékszem, tökre beleszereltem legutóbb. Mindegy, nem fogok vele kísérletezni, fel nem tudja, milyen állapotban van. Bár az is igaz, hogy azért nagy segítség lenne, hogyha össze tudnám hozni. Jó, van, próbáljuk meg megjavítani. És ha sikerül megjavítani, akkor... Hány százalékon áll a... 50... Ah, jó, hát... De legalább tök hamar meg tudjuk javítani. Nem az, hogy innen nem tudom beleszerelni a modult, meg kiszedni sem, úgyhogy mindenképp ki kell vele dokkolnom. De egy ideig bírni fogjuk a mélységet. Úgyhogy ezzel nincs gond. Csak körülnézek, hogy nincs-e valami szörny erre. De elvileg jók vagyunk, na nézzük akkor. Azt a merülő modult. Itt van, itt van. Oké, és tudja a 300 métert, végig tudnia kellett volna, és most meg is érkezett a látogatónk, remek. Pont akkor, mikor már lekésett rólunk, hogy egy kicsit belénk csócsájon. Na, most akkor 300 méteren jók vagyunk a csikóallal. Király volt. Na, most egy kicsit közelebbről meg tudjuk nézni ezt az egészet, és meg tudjuk nézni, hogy hol juthatunk be. De nekem nagyon gyanús, hogy talán erre, sőt, már látom is, igen, itt tökre bejutunk. Jó, ez tetszik, viszont, ó, itt vannak dolgok. Jobban, akkor szerintem egy kicsit mazsolázzunk ezekből. Például akkor, ó, egy ételkocka, nagyon király. Tudom-e a kettős padot, de tudom, úgy látszik, nézzük csak, hogy... Ó, ez ilyen valamilyen elkapó kéz, vagy micsoda. Ó, és ezt nem tudtam korábban, ez tök király, na, akkor valami új technológiát is szereztünk. Jó, remek. Oké, király. Na. Akkor ez már megvan. Ó, itt viszont megfigyelő szoba töredék. Szerintem ez megvan, de azért próbáljuk meg végigpörgetni. Ó, nem, megvan az irányító szoba is. Na, azok vannak itt dolgok, amik hiányoztak korábban. Jó van, 20 másodpercem van, úgyhogy akkor húzzunk vissza. Jó, és akkor folytatjuk a csikóhallal a technológia kutatást. Na, igazából pont ez ennek az egésznek a lényege, hogy az ilyen hiányzó technológiákat szépen begyűjtöm. És akkor, mikor tényleg elkezdek dolgozni majd a játékban, akkor igazából már minden meg lesz, és csak az összerakásokra kell koncentráljak. Meg hát a nyersanyag gyűjtésre. Például most, hogy itt vagyok ezen a területen, lehet, hogy szerezhetnék ilyen izét.
Van ezen a területen egy speciális nyersanyag, ami nekem később úgyis kelleni fog. Hoppá, itt van egy tervrajz. Most jól láttam, hogy semmit nem adott? Ez jelenteti azt, hogy minden megvan, vagy azt, hogy már megvolt, amit adott volna? Fúrókkal töredék. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy ez megvan-e. Ó, nem volt fúrókarom se. Menő. Megfigyelő szobám volt, akkor ebből titánium lesz. Fúrókarból még kéne szerezni. Nagyon király, lépegető fúrókar. Jó, hát a leglényegesebb dolgok a lépegetőnek az upgrade-jei, azok itt kint voltak, kivételesen és nem bent. Jó, a két új karral is bővültünk. Ez tökre jó. Na, és akkor nézzük csak, nézzük csak. Ó, szerintem ez az lehet, amit én néztem korábban. Nézzük csak, mi ez itt. Alumínium oxid kristály, nagyon király, ez az, amire szükségem volt. Ebből többet is kell gyűjtenem majd ezen a területen, mert később eléggé szükség lesz rá, úgyhogy a minimum egy olyan 10-20-at be kéne gyűjtenem belőle. Én úgy gondolom. Na, jó van, de akkor így, hogy körülötte, a roncs körül, már igazából mindent megszereztünk, amit lehetett, nagyjából. Bár igazából most már ezeket az apróságot is kezdhetem gyűjteni, ezeket a kis köveket, mert a rész is fontos lesz nem sokára, hát meg a rengeteg ezüst. Hoppá, ez az a technológia, amit meg akartam nézni. Hogy ez micsoda, hőerőmű töredék. Szerintem a hőerőmű megvan. Próbáljuk azért ki. Ó, nem, nincs hőerőművem. Oké, hát akkor nem volt meg minden technológia. Azt akart megnézném, de szerintem csak egy ilyen grappling lesz. Igen, az, ez tökre az. Na, egyébként most már egy kicsit mélyebben benne vagyunk a szubnautikázásban, ez már egy olyan pontja a pályának és a játéknak, ami már egy kicsit közelebb van a végéhez a dolgoknak szerintem, legalábbis pozícióban mindenképp, meg hát az ellenfelek típusában is, ugye ezzel a portálgatós lénnyel. Gyorsan ezt kiszedem, aztán visszamegyek. Hoppá, még ezt is kiszedem. Uránérc kristály. Urán, bocsánat, urán szurokérc. Na, jó, hát az elvileg radioaktivitást okoz nekünk, a felszedjük, bár lehet, hogy csak ennek egy ilyen effektje van. Oké, ott egy fúrókar, az már megvan. Itt egy hatalmas korall kristály, az még nem kell. Korallból szerzek egy csomót, akarok. Ó, oh, hello! Aha, azt hitted, betámadhatsz mi. Jó van. Micsoda átlátszó széje van, bőre és bélrendszere. Gusztustalan vagy. Na, ennyi? Ó, ott egy alumínoxid kristály. Jó, és akkor remélhetőleg nem fog kettőt portálni, és minket nem fog elportálni, az a legfontosabb, ugye, de ne is portáljon ránk se. Nem akarom kinyitni. Vissza akarok menni minél gyorsabban. Az a legidegesítőbb ebben a lényben, hogy képes minket elportálni maga elé, aztán rögtön belénk is sült. Legalábbis én már tapasztaltam, én korábban azt hittem a viselkedése alapján, hogy csak magát portálgatja, de tökre minket is elportál, hogyha azt akarja. Úgyhogy tényleg egy ilyen érdekes gyilkológép. Alumínium oxid kristály. Tök jó. Urán szurokérc. Igazából az oxid kristályra jobban rá vagyok erjedve, mint az urán szurokércre, mert egy jó bázis az naperőművel is rá van szerintem. Ennek ellenére azért összeszedném az urán szurokércet. Hol van? Hol találtam? Ott van. Egyébként tök vicces, hogy ennek most már adtak külön kinézetet, mert régen egy ilyen zöldre festett kvarc kristály volt az urán. Meg az alumínoxid kristály is valami furcsa fehér valami volt, ami nem igazán úgy nézett ki, mint ahogy a képén. Bár lehet, hogy akkor a képe is olyan volt, mint egy. Na, keressük meg azt a bejáratot, ahol legutóbb be akartam menni, és akkor lépjünk be ebbe a roncsba, és most már akkor kezdjük el tényleg a roncsnak a felfedezését. Itt lehet bemenni. Elvileg valahol itt. Jó van, szép volt, kicsit sérültem. Na, technológia, megfigyelő szoba, hát ez már megvan mindegy. Lépegető fúrókar. Ó, viszont egy elhagyott PDA-val gazdagodtunk.
Ezt el kell innen venni. Nem, nem kell venni, mert nem lehet elvenni. Újabb technológia, megfigyelőszoba megvannak, ezek megvannak. Jó van, oké. Itt igazából semmi nagy kunst nincsen, ha csak nem, oké. Próbáljunk meg kijutni innen minél gyorsabban. Na, jó van, arra volt egy csővezeték, de most nem hagyom, hogy átverjen a játék. Elnézem erre, és megnézem, hogy itt be lehet-e menni valahol. A roncsba, mert ha igen... Aha... Akkor valószínűleg az a csővezeték, az igazából csak egy kijárat. És megint az lesz, hogy nagy nehezen bejutok egy roncsba, aztán kiderül, hogy van egy sokkal egyszerűbb út is. De most egyelőre nem látok rajta ilyet, és lehetséges, hogy itt van még egy szoba benne, amit átnézhetnék, úgyhogy ússzunk vissza ugyanazon az úton, ahol már egyszer sikerült bejönni. Meglátjuk. Oké, de gyorsan kéne cselekedni, hogy még oxigénnél maradjunk. Egyébként rossz sisak van rajta, mert ez volt a gond. Ezért folyott el olyan hamar az oxigénem. Na. Oké. Aha. Egy újabb szoba, és itt még vannak lehetőségek. Jó van, fél percre mindenképp visszaindulok, de akkor ezt kiszedem. Én megint nem látok semmi olyat, ami hasznos lenne. Megfigyelő szoba. Ez a dolog is, ez a tervrajz, ez nem adott nekem semmit. Jó van, visszamegyek. Hát a dehydration-nel nem foglalkozunk. Igen, itt egy kicsit bonyolultabb már a kibemászkálás ebből a roncsból. Ja, nincsen nálam palack víz, mindegy, azt a pár percet még kibírjuk itt víz nélkül, aztán majd iszunk, ha hazatértem. Illetve visszatértem a Cyclops-ba. Ez egy remek indítás volt, úgyhogy vissza is megyek. Na. Most. Oké. Ebben a roncsban még korábban nem jártam, ez teljesen ismeretlen számomra. Hát én szerintem visszajöttem már, nem azért mondom, hogy tudok ennyire elkeveredni. Nem jó helyen vagyok, király. Jó. Gyorsan. Akkor vágjuk ki ezt az ajtót. Remek, remek. Hát egy kicsit bénáztam a beúszással, meg az ajtó kivágásnak a megkezdésével, de szerintem azért még az a 72 másodperc az nem rossz. Benne leszünk a felfedezési időben szerintem. Hát, hogyha kifele jutok innen, akkor az ciki, de jó, tetszik. Újabb eltéri hely. Van egy liftaknánk is. Ezt még vágjuk ki gyorsan, aztán induljunk el haza, hogy akkor legközelebb ne kelljen ezzel bénázni. Remélhetőleg, hát az a baj, nagyon bonyolult ez a roncs most már. Félek, hogy minél mélyebbre úszok benne, annál nagyobb lesz az esély, hogy megfulladok, ugye? Hogyha nem tudok kijutni. Például most már necces a dolog. Hoppá, nem erre kellett volna indulnom. Hanem erre. Itt pedig erre. Na hát ez az 24 másodpercem van, és most kezdek el itt kavarogni. 18 másodperc. Yeah! Most miért kell attól megsérülnie, mert beszálltam. Na jó van, akkor csináljuk újra, és akkor próbáljuk meg jól. Szóval itt erre átjövök, ez oké. Aztán itt lejövök, és itt még van hova menni. Igen, ez egy ilyen nagyobb csővezeték volt. Oké, ezt a részt felfedeztem már, és akkor igen, itt van az, ahova be kell mennem még. Jó, és akkor itt volt a liftakna, ahol csak hőerőmű van, de azt szerintem az még kell nekem. Nem, a hőerőmű már megvolt. Egy újabb izé, és... szerintem redudás töredéket kaptam, vagy micsodát? Tápanyagkocka... Jó, van, még időben vagyunk. Oké, ez itt mi gondolom megfigyelő szoba mindig az. Jó. Itt nem lehet erre elmenni. Innen jöttem. És akkor ebben a szobában elvileg más nincs. Jó, van, akkor ezt a roncsot felfedeztük, menjünk haza, és akkor ígyunk egyet, mielőtt szomjan halunk. Jó, van, voltak itt technológiák, nem értem, hogy ezek az adatbankok,
Miért nem adnak nekem azonnal a technológiát? Szóval lehet, hogy ezek is csak töredékeket adnak, csak az a baj, hogy én sosem figyeltem meg jól, hogy konkrétan mi van odaírva, hogy most kiírja el, hogy kaptam valami darabot, de egyébként megnézhetjük a futó technológiáknál, amiket még nem fejeztem be, csak így elkezdtem megtanulni, felfedezni azoknál, hogy állunk, hogy mit ír. Rengeteg ételkockám van, ezt berakjuk az ételtartalékba, ami most ezúttal a só lesz. Jó, és hát igazából ez a rengeteg titánium nem lenne indokolt. Később elrendezem őket szépen, most nekem egy a fontos, hogy ehessek tököt. Vagy dinnyét, vagy mi ez. Úgy néz ki, mint egy halloweeni tök, csak azért hívom mindig töknek. Na, jó van. Imádom ezt a dinnye farmot, ez annyira megkönnyíti a játékot. Régen mennyit szívtam a kajaszerzéssel, külön gyűjtöttem mindig, de ez annyira jó. Bár elveszi a Survivor részét a játéknak, de kit érdekel, már azt egyszer-kétszer átéltük. Na, jó van, akkor nézzük csak, azt mondja, hogy Logpedia. Ez volt az a Torga vállalat? A Torga vállalat egy régóta fennálló magánkézben lévő családi vállalkozás, amely egy tucatnyi bányászati és kereskedelmi ügyletben érdekelt. A cég részvényei magasabb szárnyalnak a bejelentést követően, miszerint a mongol államok új fáziskapu építését tervezik. Torgál féle alapanyagokból. Ja igen, ezen tervek meghiúsultak, amikor Bár Torgál a tevékenység tervezetet vezetője apjával együtt tervezett. Jaj, a tevékenység tervezett vezetője apjával együtt eltűnt. Na jó, oké, szóval eltűnt a vállalat feje. Növényvilág, az minket nem érdekel. Jó, én azt mondom, menjünk át akkor a következő roncshoz, hogy haladjunk, mert nehezebb fogunk beleférni az időnkbe. A szigeten túl kell menni, mínusz 865-430-1420-ra. A világ végén van ez a roncs, szó szerint. Jól van. Egyébként azt hiszem tévedtem, nem nagyon fogunk beleférni ebbe az epizódba, amilyen tempóval haladunk, így nem igazán. Szóval az a baj, hogy tényleg rengeteg idő elmegy egy roncs felfedezésével, amíg átnézzük, de nem baj, a következőre biztos kész leszünk. Én emlékszem, hogy most így végignéztem újra az első résznek az elejét a hardcore sorozatban, és durván olyan 15 részre jósoltam a végigjátszást, ami valószínűleg azért nem annyi lesz. Lehet, hogy belemegyünk majd egy olyan 20 rész körüli időbe. Tartalomba. De mindegy, egyébként, mert szerintem a játék sem fog olyan hamar elkészülni, szóval hogyha 20 részről beszélünk, az még pár hónap igazából, szóval hogyha nyáron elkészítik a Subnautikát a fejlesztők, akkor az itt teljesen rendben, hogyha nyár vége felé elkészülne mondjuk. Én úgy tudom, hogy egyébként valamikor nyárra ígérték talán a végleges állapotot. Nem tudom, mi hiányzik egyébként. Mi az, ami Cyclops az dokkolható lesz, ígéreteik szerint egy bázisra. Az még hiányzik, az biztos. Hiányzik a játék vége, ugye? Hát a story, ugye? Meg a Primary Research Facility. De az szerintem már nagyon közel van a készhez. Már láttam képeket a császárhalról, vagy miről. Úgyhogy szerintem azt már pikpák összerakják, hogyha ezen múlik. De persze aztán lehet, hogy úgy gondolkoznak majd, hogy még ezt azt beleraknak a játékba majd. Én a helyükben nem feltétlenül tenném. Szerintem nagy hiba, hogy az Early Access-es játékokat így nagyon sokáig fejlesztik, és nem feltétlenül azért, mert tényleg fejleszteni kéne őket, azért nem beleragadnak ebbe a fejlesztésbe, és úgy csinálnak, mintha ez egy MMO lenne, vagy ezen az egyetlen egy játékuk. Igazából szerintem nyugodtan át lehetne menni egy újabb projektre. A Subnautica azután is hozná a pénzt, hogy elkészült, ugyanúgy vásárolgatnák az emberek. Nézzük csak, mínusz 865-1420-nál vagyunk, illetve annál kell lennünk. Jó, nagyon szépen megközelítettük, a 865 mindjárt meg lesz, próbáljuk meg akkor, hát igazából a 8 megvan. A 420 nincs meg, egy olyan fokot keresek, amiben nem növekedne a camera world pozíciója a 800-nál.
Jóban, mert de kéne mennem, hogy a 865 az ne a magassági. Aha. Az ott micsoda? Valószínűleg egy épület a sziget tetején, és csak az látszódik a szigetből szerintem. Nézzük csak meg. Aha. Jó, hát próbálom akkor növelni egyébként a másik fokot. Ez a baj, hogy tökre el vagyok tájolva, vagy most merre kéne menni. Nem látom az aurórát se. Ja, de az aurora ott van. Oké, akkor arra kell mennem, hogy a második értéket azt csökkentsem. A 65-öt pedig valahogy tartanom kéne. Ja nem, rájöttem egyébként, hoppá, a 860 az a... az ez. Szóval nem kell eltávolodnom a szigettől, csak lefelé kell mennem. Kapcsoljunk meg a külső kamerára, sokkal átláthatóbb lesz minden. Igen, ott van az Aurora. Durán erre kell mennem, és akkor jó lesz. Nem is tudom, hogy voltam-e ilyen messze a pályán valaha. Közben leértük az 1420-at egyébként. Oké, szerintem ez jó lesz. Hogyha itt leereszkedek, akkor igazából 860-nál vagyok, és ja, 1420-nál, ez itt tök jó. Meg ezen a zónán nincsenek Reaper leviatánok, úgyhogy itt igazából nyugodtan kiszállhatok, azt hiszem, és megjavíthatom a Cyclopsot. Van itt az orránál és a hátsó faránál egy sérülés, oké. Csak előtte vegyük a javítóeszközt a kezünkbe. Kezdjük akkor. Na. Szóval elvileg az orránál van valami, Bibi. Rendben vagyunk. Még jó, hogy ilyen hamar meg tudja ezt javítani. Nem kell bénázni vele sokat. Hát csak rá kell fordítani a figyelmet. És itt van a hátulján egy újabb sérülés. Ez jó pofa, hogy javítgatni kell. Annak is örülnék, hogyha valami drónok csinálnák. Nyilván. Ha le lehetne gyártani valami repair drónt erre a feladatra, de hát mindegy. Na. Szóval akkor ezen a ponton kell ereszkednünk, és megtaláljuk a mi kis roncsunkat. Kíváncsi vagyok, mert szerintem ezt a roncsot még korábban nem fedeztem fel. Eléggé a pálya szélén vagyunk, de nem kint a pályán. A fejlesztési folyamatok közt, vagy fázisokban benne volt az, hogy szeretnének a fejlesztők Reaper leviatánokat a pálya szélére, hogy ne menjünk ki a pályára, gondolom azért. Ahogy a Sea Dragon leviatánról is szó volt, hogy az is oda kerülhet. Oké. Közeledünk a megfelelő mélységbe. Egy milyen mélyen van ez? 430 méteren. Hát az csak bírnia kéne a Cyclopsnak szerintem. De akkor nem... Ó, és itt is van. A mi kis roncsunk. Na. Újabb technológia, királyság. Az a baj, hogy ezt a mélységet nem bírja már. A csikó hal. Ó, ott is egy ilyen adatbank. Ez tökre tetszik. Jól van. Ez egy békés környék viszonylag. Na. Jó van, én akkor itt körülbelül kimernék szállni. Úgy gondolom. Akkor nézzük. Tehát, itt lenne az első adatbank, amit megláttam a Cyclopsról. Lény csapda fejlesztés. Az milyen az a lény csapda? Ezt miért nem vágom? Oké. Na és ez az, ami megint így kiszedtük, és nem volt benne semmi. Lehet, hogy nem volt benne semmi hasznos, vagy lehet már megvolt. Lehet már megvolt az a dolog, amit most kiszedtem volna belőle, lehetséges. Ez a lény csapda, ez tökre érdekel, hogy lény csapda. De ez lehet, hogy valami ez lehet, hogy csak az a dolog, amit itt kidobok, lehet, hogy ez az a decoy.
Megnézzük, majd mindenképp megnézzük. Hát, ha van róla valami info. Persze, hogyha eljutunk oda, akkor majd mindent megpróbálok legyártani. Ételkocka nagyon király, hosszabb távol létek alatt jó lesz, mikor nem tudok visszamenni a Cyclopsról valami oknál fogva. Alumínium oxid kristály is nagyon király. Ez egy tök rendben lévő hely egyébként, itt nagyon nem akar senki bántani, itt nincsenek a közelben, meg a távolban sem olyan lények, amik ártottának nekem, úgy érzem. Na, nézzük meg akkor, milyen technológiák vannak nálam folyamatban. Tervrajzok, Cyclops, nem tudom, nem látok semmit, mindenki van fejlesztve, a Cyclops az be van bágosodva nálam valamiért. Nézzük meg ezt a lénycsapdát egyébként. Valahol, hát ha kapok róla képet, torpedókéz, hát egyébként tökre nem biztos, mert lehet, hogy csak egy fejlesztésről van szó, amit nem fogok észrevenni, csak így. Burkolati modulja, maga a Cyclops, hajtómű töredék. Puvár orsó. Ennek milyen haszna lehet a játékban egyébként? Áramlás generátor. Mindegy, majd valószínűleg eljutunk oda a fejlesztői központ megépítésével. Úgyhogy megy, ja, opa, nem kellett, kiszállom most itt eszembe. Mert most egy bejáratot keresünk akkor a loncson. Ja, azt már kiszedtem, azt a tervrajzot. Na, nézzük akkor ezt a loncsot. Ott a bejárat. Ez jó volt. Megpróbálok akkor úgy elnő minél közelebb. Az körülbelül itt van. És akkor nézzük. Valahol itt kell lennie, ó, itt is be tudok jönni. Jó, van, szerintem gyanúsan ez a roncs, ez egyébként ugyanaz a roncs, amit legelőször kezdtük el felfedezni, mikor elkezdtük a roncsvadászatot, legalábbis felépítésében ugyanannak tűnik. Kell egy ézelvágó. Jó van. Az azt jelenti, hogy nem lesz olyan hatalmas roncs elvileg akkor, szóval megusszuk a barangolást. Meglátjuk. Például akkor itt gondolom csak egy terem lesz esetleg? Voltak itt őrületesen nagy roncsok, az igaz. Voltak olyan roncsok, amik nem voltak kész. Ó! Itt dupla ajtó van. Jó, hát még van időnk felfeszíteni, felvágni. Csak aztán átnézni nem lesz időnk, valószínűleg. De az nem olyan nagy vész, majd veszünk egy nagy levegőt, aztán visszajövünk. Na, gyerünk. Ó, hogy kifolyott az elem? Jó, akkor csak bekukkantok, aztán rögtön megyek is, mert 30 másodpercnél járok. Jó, mondjuk nem kell nagyon... Ah, technológia is van, király. Na jó, akkor hagyjuk el a zónát. Igen, a Cyclops szépen világít nekünk. Még kicsit macerásabb beugrani, mint a Csikó halná, de nem gond. Na. És akkor nézzük csak, hogy is volt ez az egész. Tökő nem világít alapból. Egy kicsit bénázok az elején, míg megtalálom, hogy hol vagyok, meg hogy merre, mi merre van. Oké, na. Szóval azt mondja, hogy most van időnk akkor felfedezni. És csak nem tudom, miért nem világít jól ez a lámpa. Na, ez érdekel engem. Az adatbank. Ebben sem volt semmi, már nem azért. Kiábrándító. 72 másodperccel még bőven átjárom ezt a szerelőcsövet. Aha.
megkockáztatom ennek a felfúrás, felfeszítését is, hát aki kijutok karoncsból egyébként, mert ha kijutnék karoncsból, akkor legalább megspurolnék egy újabb beúszást ide. Nem tudom, örülnék, hogy a kivezetne a roncsból, mert akkor nem kéne visszamennem azon a csövön meg mindenen, azért nincs sok időm egyébként, 48 másodperc. Úgyhogy ha ez egy terembe vezet, akkor nem fogok bemenni. Oké, akkor megpróbálom kijönni, míg így időben vagyunk. Oké, és akkor nézzük csak erre. Két ajtó, jó, és kim vagyunk. Jó van, nem vész, nem vész. 27 szek, ez a jó. De nyilván nem kockáztatnék többet. Inkább menjünk biztosra, mint hogy pár másodperc lespórolása miatt, vagy tudom is, egy pár perc spórolás miatt kockára tegyük azt, hogy az eddigi egész állásunk elvesszen. Ezt azért nem bírnám. Egyébként lehet, hogy most abban a szobában jutok végül is, ahova az előbb beúsztam. Aha, itt nincs semmi az ég adta világon, esetleg ezt le tudom szkennelni, de nem. Jó van, akkor úgy látom, hogy ez egy üres szoba volt. Akkor benézzük abba a szobába, aminek felfeszítettem az ajtaját az előbb. Az irányérzékem az így teljesen el van veszve. Oké, ez az. Adatbank, király. További információ a játékról. Ó, és itt van tovább út. Aha, király. Nagyon izgalmas. Jó, akkor ennyi. Akkor ez itt tökre ennyi, akkor menjünk ki, és akkor ezzel ezt a roncsot felfedeztük, azt hiszem. Jó, oké. Jó, tökre eltévedek a rohadt életbe, és hogy erre még benézek azért, hát ha... Jó. Tökre hajlamos ők eltévedni ezekben a roncsokban, ugye, hogy az ember nem tudja, merre van a fel és a le, hogy ő különböző szögekből látja ugyanazt, és akkor ugye, amikor fogy az oxigén, akkor ez annyira nem király. Na jó van. Nézzük, hogy mit találtunk, milyen adatot, mert igazából mást annyira nem. Vonaglónygyom, az nem az, az műveleti napló, ez az, ez kell nekem. Felügyeleti jelentés, szabadidős részleg 3. Utas 1, utas 2, utas 3, utasok beszélgetnek, oké. Csak most érkeztem, meglátogattam a lányomat, férjhez ment egy mongolhoz, és most mindketten azokban, hogy szörnyű bányaüzemekben vannak. Én már azóta a felérzetem vagyok, hogy az Altera meghódította az űrt. A saját intézetem fizeti a teljes utamat, mint egy kutatási kedvezményezést. Én csak a tapasztalatszerzés miatt vagyok itt, bármit megtehetsz a virtuális valóságban, de semmi sem fogható a valós dolgokhoz. Hát az Aurora utasai, gondolom, nyilvánvalóan. Úgy érti, a móka kedvéért van itt, 18 hónapig megőrült? Mi őrültség van ebben? Fizetett azért, hogy kietlen ült bámulhassa. Nem azért fizettem, a kaland miatt fizettem. Miféle kaland? Olyasfélért, amit nem lehet pénzzel megvenni. Az életért, ezért, a felfedezésért. Én inkább a marsi üdülő övezetet fedezném fel. Teljesen jogos egyébként, ki az, aki egy unalmas útra megy el szórakozni? Egyébként belekerült egy kalandba. Ez tagadhatatlan. Csak én nem vágynék erre a kalandra. Úgyhogy általában egy ilyen úton, ahol nem számítanak semmi izgalomra, hát van valami izgalmas, az szerintem nem feltétlenül pozitív. Hogy itt az Aurora esetében sem. Szóval általában mondjuk tudom is én egy utazás során a legvalószínűbb dolog, ami nem várt, az tényleg a baleset. Ami szerintem leggyakrabban megtörténhet. És ami tényleg olyan hosszú távú dolog, ami jelentős, hogyha olyan azért mész el egy utazásra, hogy ne az történjen, aminek normál esetben történnie kéne, vagyis az unalmas út. Persze biztos jobban érezte volna magát, hogyha kiúszik a szigetre, és akkor ott éldegél. Ha már kalandozni akart. És ki az, aki a Marsra akar üdülőt építeni? Mi van, hogy semmi nincsen, csak sziklák. És ugye a terraformálták is, akkor is miért lenne jobb a Marson élni, mint a Földön? A Földön minden van. Történelem, dolgok, látványosságok, a Marson meg csak kiépített valamik. De
gondolom biztos érdekesebben hangzik itt történet szempontjából, hogyha azt mondja, hogy marsi üdülők, nem a földi üdülők, mert akkor az úgy, hú, az a Marson van. Na. Pedig ha belegondolunk, egy olyan civilizáció, ami teljesen kiterjedt az űrben, mindenféle irányba, ott igazán nagy szám lehet egyszer eljutni a földre. Hogyha az emberek nagy része valószínűleg sosem járt a földön, nem a földön születtek, és akkor a galaxis, amit átjárhatnak, ugye, meg mászkálnak benne, meg kolóniák között ingáznak, hogy a földre eljutni az tényleg egy olyan vissza az ős hazába. Úgyhogy ha lenne rá lehetőség, én tuti a földre mennék. Na, jó, akkor azt mondja, hogy... Kitérlek az erőszaj. Menjünk a következő roncs felé. 1083-735-nél van. Reaper Leviathanok nincsenek a közelben, úgyhogy ezt megúszhatjuk. Jó, akkor ezt a roncsot még felfedezem, és akkor utána a következő kettőt meghagyjuk. Az a helyzet, hogy felfedezném a maradék kettőt is, hogyha a kettő nem kettő lenne, hanem egy lenne. Mert egy roncsot felfedezni, az mondjuk tudom is, hogy negyed óra, az még belefér. Abba, hogy túlhúzzuk a dolgokat. Hogyha ezen múlik az, hogy véget vethetünk a roncs felfedezés sorozatnak. De így, hogy még kettő van hátra, akkor az egy ilyen másfél órás szubnautika rész lenne, ami annyira nem illeszkedik az eddigi tervekbe. Nézzük csak, hogy is voltunk, 1083-735. Az 1803 az körülbelül megvan. Rossz irányba megyek egyébként. Igen, ez egy nagyszerű egyébként, a minimális grafika miatt ugye tök bénán néz ki a sziget. Átlátok rajta. Szóval a célom az, hogy az első koordináta a kamera world pozícióban, az megálljon 1080 körül. Vagyis akkor most el kéne kezdenem csökkenteni. Ennek a változásnak a mértékét. Igen, körülbelül sikerült megállítani, sőt most egy kicsit csökken. Akkor egy nagyobb kismértékben kezdjük el növelni. Gyakorlatilag ennek a vonalán forgok most. És hogyha egy picit arrébb viszem, akkor szépen, nagyon picit csökken. Most olyan, mintha tök alacsony lenne a víz, miért lett ilyen zöld? Úgyhogy hirtelen nem tudom, olyan balatonias a víz. Valamiért ez ugrott be róla. Nézzük csak egyet, mi a második koordinát? A 735. Gyakorlatilag megérkezünk mindjárt. Nagyon jó, nagyon tetszik. Ez nagyon hamar megtaláljuk ezt a roncsot akkor. Szóval 1080-nál vagyunk. Körülbelül ott vagyunk, az első koordináta jó. Oké, a másodikat vigyük le 30-ra és rendben leszünk. 60, 50, 40, 30, rendben. Na, akkor ereszkedhetünk is. És akkor nézzük. Ohoho, na. Én ezt szeretem. Ez egy jó nagy roncs. Azt a mindenit mekkora. Szép nagy darab esett le az aurórából. A mélység az gondolom nem lesz olyan vészes. Úgyhogy szerintem a csikóalval is folytathatjuk a felfedezést. Szálljunk át a csikóalba. Ja. Nem vagyunk 200 méter mélyen se, úgyhogy bőven lesz terünk mozogni. Na. Oho, már is látok egy adott modult. Tetszik. Remélem, hogy valami hasznos lesz benne. Annak is örülök, hogy nappal van. Szépen átlátható a terület. És tökre semmi. Szerintem túl sok technológiát fedeztem már fel a játékban, és így nagyon kevés dolgot, újat tudnának mutatni ezek az alattmodulok, ezért nem kapok semmit belőlük. Mert azt tudod, hogy a Subnautikában mindig több lehetőség van egy adott technológia felfedezéséhez, ugyanannak a technológiának az alkatrészeivel találkozunk több helyen is a játékban, hogy biztos felfedezzük egy idő után az összeset, hogy ne kelljen őket így konkrétan levadászni. Ha itt nem tudok bemenni, de itt igen. Oké, hát akkor kezdődjön a kaland. Na. Szóval akkor erre tovább. Remek.
Itt nem lesznek halak, bár egyébként nagyon durva lenne, hogyha egy ilyen cápa-szerű hal így kicsapódna ezen az ajtón például, szóval ez eszméletlen lenne. Kifejezetten horrorisztikussá tenni ezt az egész élményt, hogyha ilyenekkel lenne megfűszerezve. Tudom is, hogy valami polipszerű lény az így él ezekben a roncsokban. Hú, egy újabb adathalmaz. Nem tudom, miért örülök neki, mikor általában semmi nincs bennük mostanában. Jó, hát ez egy, megint egy ilyen standard lépegető hely, ahol ilyen lépegető dokkolt, vagy volt. A lépegetőnek minden részét ismerjük elvileg. Lépegető töredék, hát ez maga a lépegető így kinézetre. Az egész. Ja, mondjuk, ja, tökre úgy néz ki, hogy ez egy teljes lépegető. Lépegetők már van. Lépegető nem érdekel. Oké, ez így fel van fedezve. Jó, hát ennyi. Tökre ennyi, ahogy nézem. Jó, oké, szerintem ezzel a roncsal bevégeztünk. Én úgy látom, hogy az egyik oldalt felfedeztük mindenképpen, a másik oldalon sem látok. Ó, itt be lehet menni, király. Na nézzük akkor. Ó, érdekes. Na jó, nézzük meg, mi van itt. Úgyse tud nekem semmi újat mutatni a játék, de próbálja csak meg. Kis deformálódott belső atomreaktor. Szerintem nincs atomreaktorom. Ó, ja, tökre nincs. Na, akkor atomreaktort építhetek. Király! Nem tudom, hogy a korábbi végjátszásomban volt-e atomreaktorom. Hoppá. Itt is van atomreaktor. Ezek ódesúnyi volt ez az egész, hogy itt volt a jó sok király dolog, ahogy bejöttem, hogyha ide lenézek, akkor itt megtaláltam volna például ezt is. Ami megint nem ad nekem semmit. Aha. Jó van, érdemes lenne azt hiszem még egy nagyon picit jobban körülnézni, úgyhogy visszajövünk majd mindjárt. Tök jó, majdnem kiadtam ezt a részt, és hogyha megcsináltam, hogyha tényleg kiadjam, akkor most nem lenne atomreaktorom. A végső technológia, azt hiszem, körülbelül a legjobb erőmű a játékban. Csak ugye az a baj, hogy folyamatosan ugránnal kell tölteni. Ami nem olyan nagy gáz, hogy az ember szerez, nyilván. Rengeteg energiát ad meg minden. Csak én jobban szeretem a megújuló erőforrásokat, mint a hőerőmű, az lávazónában nagyon-nagyon előnyös. Jó, én ennyire látom ezt az egészet itt tényleg. Jó, van, menjünk. Akkor még egy kicsit körülnézünk, aztán... Azért itt rengeteg lehetőség lenne arra, hogy belső tereket alakítsanak ki ebben a roncsban. De szerintem, hogyha ott lenne is valami, akkor az olyan dolog talán, ami, ahol már jártunk. Csak így kívülről nyilván nem ismerem fel ezeket a termeket. Ebben a csőben sem lehet bemenni. Szépen szétlőtték, szépen szétszakadt az aurora egyébként ilyen apró darabokra. Jó van, nekem ez így teljesen tűnik. Felfedezés. Igen, itt igazából mind szobák lehetnének. Itt megpróbál beúszni. Nem lesz semmi az ég ott a világon, gyanítom. Igen. Jó lenne mondjuk ilyen freakemmel átnézni ezeket a roncsokat. Kíváncsi lennék, hogy ezekben a négyzetekben, amik itt vannak, ezekben tényleg van-e valami, amit be lehet járni. Például itt is van egy ilyen nagy négyzeti toldot, ez is egy szobaforma. Itt is van egy ajtó. Biztos vagyok benne, hogy belülről szerintem ezt láthattuk talán. Melyik irányba indultam el, az a kérdés?
ahogy én felfele indultam el, igen. Akkor lefele például lehet, hogy van valami tényleg. Csak egy apró bekukkantást csináljunk már meg, hogy kíváncsi vagyok, csak így simán kíváncsi vagyok. Hogy van-e itt valami? E mögött az ajtó mögött például van csak 10. Hogy is van? Aha, igen, csak az a baj, hogy nem tudom, miért szálltam ki. Oké. Na, nem tudom, miért lett ez ilyen nagy ez a jel, mindegy. Jó, ott ülök a gépben. Na várjunk csak, hova tűnt a roncs? Hiszen itt álltam vele szemben. Fölöttébb érdekes. Ne! Ne, hát... Ez rohadtul nem fair. Csak visszaszálltam a izébe, a csikóhalba. Hát jó, hát akkor ez így lebeg. Ez egy rohadt király. Eszméletlen. Na jó, van, megpróbál majd valahogy ezt megoldani. Hát, ha van erre valami megoldás, de akkor ennyi lett volna már a Subnautica. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek. Marha jó, hogy vége van. De megköszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!